Üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban az algebrai kifejezésekkel ismerkedhettek meg. Hol találkoztatok már korábban algebrai kifejezésekkel? Nézzünk erre néhány példát. A négyzet oldalait A-val jelöljük, ekkor kiszámolhatjuk a kerületét, kerület egyenlő 4-szer A. Vagy a téglalap esetében a téglalap különböző oldalait A-val, illetve B-vel jelölve kiszámolható a kerülete, kerület egyenlő, 2-szer A, meg 2-szer B. Kocka esetében az egy csúcsba futó éleket A-val jelöljük, így a felszíne kiszámolható úgy, hogy 6-szor A-szor A. Téglatest esetében az egy csúcsba futó éleket A-val, B-vel és C-vel jelölve a térfogata kiszámolható úgy, hogy A-szor B-szer C. Ezekben az esetekben általános alakban adtuk meg a kerület, a felszín vagy a térfogat kiszámítási módját úgy, hogy betűket és számokat használtunk hozzá. Szintén betűk és számok segítségével röviden leírhatjuk a matematika nyelvén, amikor szöveges feladatokban adatokat gyűjtünk ki. Nézzünk erre is példákat. Az x szám kétszerese leírható röviden úgy, hogy 2-szer x. A b szám fele pedig úgy, hogy 1/2-szer b. Az y-nál 3-mal kisebb szám, y-ból 3. Vagy az A szám 25%-a röviden leírható úgy, hogy 0,25%-szor A, illetve a C számtól 2-vel nagyobb szám fele pedig leírható röviden úgy, hogy C meg 2, osztva 2-vel. Nézzük, mik azok az algebrai kifejezések tehát. Ha a négy alapműveletet, azaz az összeadást, kivonást, szorzást és osztást betűkre és számokra véges sokszor alkalmazzuk, akkor algebrai kifejezéseket kapunk. Jöhetnek az elnevezések. A 2x algebrai kifejezésben a 2-t együtthatónak nevezzük, a betűt pedig változónak, hiszen a betű helyére bármilyen számot képzelhetünk, változhat az értéke, ezért nevezzük változónak. Azokat az algebrai kifejezéseket, amelyek legfeljebb az együtthatóiban különböznek egymástól, egynemű algebrai kifejezéseknek nevezzük. Nézzünk erre példát. Egynemű algebrai kifejezések a 2/3 a másodikon, a 3x a másodikon és a 0,5x a másodikon, azért, mert ezekben a változó x a másodikon minden esetben jelentősége van annak is, hogy a kitevő mindegyikben 2, tehát ugyanaz a betű, ugyanolyan kitevővel jelölve, ilyen esetekben azt mondjuk, hogy ezek az algebrai kifejezések egyneműek, mert csak az együtthatóikban különböznek. Együtthatók itt sorra a 2/3, a 3 és a 0,5. Nézzünk a külön nemű algebrai kifejezésekre is példát. Az itt felsorolt 4 algebrai kifejezés külön nemű egymással, hiszen egyikben sem találunk ugyanolyan betűt. X a másodikon, y a másodikon, 3a, 2-szer, x-szer, y. Tehát sem együtthatóiban, sem pedig változóban nem találunk semmi hasonlóságot, ezért ezek külön nemű algebrai kifejezések. Gyakoroljuk az egynemű algebrai kifejezéseket. A felsoroltak közül válogassuk ki sorra egy sorba azokat, amelyek egymással egyneműek lesznek. Kezdjük a 4a-val, és keressünk vele egyneműeket, vagyis olyanokat, amiben a változó a betű. Ilyen lesz a 3,5a, 1/5a, 3a, aztán nézzük a következőt, keressük meg azokat, amelyek a 4y-nal lesznek egyneműek, azaz mindegyikben a változó az y lesz. 6y, 0,3y, 5y. És végül keressük meg azokat, amelyekben a változó az x lesz, vagyis egyneműek lesznek a mínusz 2x-el. Ilyen a 4x, a mínusz x és a 3x. Az algebrai kifejezéseknek kiszámolhatjuk a behelyettesítési értékét is. Tehát, ha azt mondjuk, hogy a változó helyére különböző számokat helyettesítünk be, akkor azt kiszámolva az így kapott értéket kapjuk az algebrai kifejezés behelyettesítési értékét. Nézzünk erre példát. A táblázat felső sorában különböző konkrét számokat írtam, amiket sorra behelyettesíthetünk a 3x-ből 2 algebrai kifejezésben az x helyére. Először helyettesítsük be az 1-et az x helyére. 3 x 1 az 3,
abból 2-t, az pedig 1. Behelyettesíthetjük az x helyére a 2-t is, 3-szor 2 az 6, 6-ból 2 pedig 4. Behelyettesíthetjük a 3-at is, ekkor 7-et kapunk, vagy a 0-át, ekkor mínusz 2-t, vagy a mínusz 1-et is behelyettesíthetjük, 3-szor mínusz 1 az mínusz 3, mínusz 3-ból 2 az mínusz 5. Ha a mínusz 2-t helyettesítjük be, akkor mínusz 8-at kapunk, ha 2 és felett helyettesítjük be, akkor 5,5-et, ha mínusz 2,5-et helyettesítünk be, akkor 3-szor mínusz 2,5 az mínusz 7,5, és abból 2 az mínusz 9,5, vagy ha 0,5-et helyettesítjük be, 3-szor 0,5 az 1,5, abból 2 pedig mínusz 0,5. Gyakoroljátok ti is a behelyettesítési érték kiszámítását. Írjátok le ezt a táblázatot a füzetetekbe, állítsátok meg a videót, és számoljátok ki a mínusz 2y plusz 1 algebrai kifejezés behelyettesítési értékét sorra úgy, hogy az 1-et, 2-t, 3-at és így tovább a szürke sorban található számokat helyettesítitek be az y helyére. Ha elkészültetek a feladattal, akkor indítsátok újra a videót az ellenőrzéshez. Ha jól dolgoztatok, akkor a következő értékeket kellett beírni sorra a táblázatba. Tehát az y helyére sorra a szürke felső sorban található számokat helyettesítettétek be, és számoltátok ki az így az algebrai kifejezés értékét, akkor sorra ezeket a számokat kellett kapnotok, amit pirossal láttatok. Remélem jól sikerült megoldani a feladatot. Az egynemű algebrai kifejezéseket össze is vonhatjuk egymással. Nézzünk erre is példát. Itt láthatunk egy algebrai kifejezést, amelyben vannak különböző változók, az x és az y is, de kereshetünk egymással egyneműeket. Húzzuk alá egyforma színnel az egyneműeket. Kékkel húztam alá azokat, amelyekben a változó az x. Pirossal azokat, amelyekben a változó az y. Az egyneműeket, azaz a kék színnel aláhúzottakat összevonhatjuk. 3x-ből 2x az 1x, illetve a pirossal jelölt szintén egyneműeket megint összevonhatjuk, 4y-ból 7y, az pedig mínusz 3y. Végezzük el a következő algebrai kifejezés esetében is ezeket az összevonásokat. Először jelöljük az egyneműeket. Pirossal azt, amiben az y található. Majd végezzük el az összevonást, mínusz x-ből x, az mínusz 2x. 2y, meg 2y, az 4y. És nem húztam alá a 2-t és az 1-et, azok állandó számok, konstansnak is szoktuk őket nevezni, ezeket szintén összeadhatjuk, 2 meg 1 az 3. Nézzük a következő algebrai kifejezést. Ebben is húzok alá először azokat, amelyekben a változó x kék színnel. Miután ezt megtettük, észrevehetjük, hogy a 3x és a mínusz 3x összevonva éppen nullát ad. Ezért azt mondhatjuk, hogy ezek algebrai összege nulla, le is szoktuk ezeket ilyenkor húzni, ezeket már nem is kell összevonni, hiszen értékük nulla. Húzok alá most pirossal azokat az algebrai kifejezéseket, amelyekben a változó az y. Végezzük el az összevonást, marad magában a mínusz 2x, és mínusz y meg 3y, az pedig 2y, illetve ott van még konstansként a 3, ezt is írjuk oda a végére. Most tanuljuk meg az egytagú algebrai kifejezések szorzását, osztását. Először a 2x-et szorozzuk meg 3-mal. Ezt megtetjük könnyedén úgy, hogy az együtthatókat összeszorozzuk, a betűt pedig leírjuk, hiszen a 3x 2x azt jelenti, hogy 2x meg 2x meg 2x, csak rövidebben írva 3x 2x, vagyis ez összesen 6x. Ennek mintájára egyszerűen az együtthatókat kell összeszoroznunk, 5x 3x mínusz 2 az mínusz 30, és utána írni az x-et. Nézzünk most egy olyan szorzást, ahol algebrai kifejezésünk az x ketted, és ez megvan 2-vel és 1 kettettel is szorozva. Vegyük észre, hogy tudunk egyszerűsíteni. Tegyük is ezt meg.
és így mindjárt egyszerűbb elvégezni a szorzást, x-el 1 ketted az 1 ketted x. Hasonlóan a következőnél, itt is észrevehetjük, hogy a nevezőben 2-szer 2 az 4, és meg is van szorozva ez a kifejezés 4-jel, így itt is elvégezhetjük az egyszerűsítést, vagyis az eredmény x-szer y, azaz röviden írva xy. És végül nézzük meg, hogy mi van ebben az esetben, ahol a számlálóban azt látjuk, hogy 2-szer x-szer 3y szor 4, a nevezőben pedig 6, észrevehetjük, hogy a számlálóban 2-ször 3 az 6, és a nevezőben is van 6, tehát elvégezhetjük az egyszerűsítést, és így 4-szer x-szer y, azaz 4xy lesz az eredmény. Most következzen a több tagú algebrai kifejezések szorzása egy tagú kifejezéssel. Itt van egy egyszerű algebrai kifejezés, x meg 5, és ez meg van szorozva 2-vel, fogalmazhatjuk úgy is a feladatot, hogy bontsuk fel az árójelet, azaz szorozzuk meg az x-et, és az 5-öt is 2-vel, 2-szer x az 2x, és 2-szer 5 az 10. Jöjjön a következő feladat. Most is végezzük el a szorzást, azaz bontsuk fel az árójelet. Először a 2-t szorozzuk meg 2x-el, az 4x, és utána pedig a 3y-t is szorozzuk meg 2x-el, az pedig 6xy. A kivonás jel maradt továbbra is a két tag között. Mínusz y szorozva 5y-nal, az mínusz 5y a másodikon. Mínusz y szorozva mínusz 1-jel, az pedig plusz y, hiszen a negatív számot negatív számmal szorzunk, az pozitív lesz. Itt is bontsuk fel az árójelet, szorozzuk meg az 6 2a-val, ez 2-szer a másodikon lesz, és szorozzuk meg a 3b-t is 2a-val, ez pedig 6a-szor b lesz. Itt is összeszoroztuk az együtthatókat, a betűket pedig egymás mellé írtuk. Ennél a feladatnál először az első zárójelet bontsuk fel. 5x-szer 2 az 10x, és 5x-szer 3y az 15xy. Most bontsuk fel a második zárójelet, itt nagyon figyeljünk, mert az y előtt ott van a mínusz jel. Azaz mínusz y szorozva 2x-szel, az mínusz 2xy, és mínusz y szorozva mínusz 4-jel, az plusz 4. Most azt is vegyük észre, hogy a 15xy és a mínusz 2xy egynemű algebrai kifejezések, ezért összevonhatóak. Összevonás után pedig azt kapjuk, hogy 10x, meg 13xy, meg 4y. Ebben a feladatban, amit úgy hívunk, hogy szorzattá alakítás, a több tagú algebrai kifejezéseket fogjuk szorzattá alakítani. Nézzünk egy egyszerű példát. Ez egy két tagú algebrai kifejezés, 4x meg 4. Szorzattá kell alakítanunk, vagyis úgy, hogy legyen benne a zárójel is. Ehhez vizsgáljuk meg, hogy mivel tudjuk elosztani a 4x-et is, és a 4-et is. Könnyedén láthatjuk, hogy ez a 4 lesz, tehát már is kezdjük, hogy leírjuk a 4-et, és nyitunk egy zárójelet. Ha 4x-et elosztom 4-jel, akkor marad az x, jöhet az összeadásjel, és ha 4-et is elosztom 4-jel, az pedig 1 lesz. Zárójellel zárjuk be. Szorzást elvégezve visszaellenőrizhetjük magunkat, hogy megkapjuk-e az eredeti algebrai kifejezést. 4-szer x az 4x, és 4-szer 1 az 4, tehát igaz az egyenlőség. Jön a következő algebrai kifejezés, ezt is alakítsuk szorzattá. Itt a 8 lesz az, amivel mindkét tagot eloszthatjuk. 24-ben a 8 megvan 3-szor, és 8x-ben a 8 megvan x-szer. Vagyis kiemeltük a 8-at, elosztottuk vele a 24-et, és elosztottuk vele a 8x-et is, és így alakítottuk szorzattá. Ha elvégezzük gondolatban a zárójel felbontást, azaz a visszaszorzást, akkor valóban azt kapjuk, hogy 8 x 3 24, és 8 x az 8x. Nézzük, mi lesz a következő két tagú algebrai kifejezésben is, az, amit mindkét tagból kiemelhetünk. Mindkét tag elosztható 2-vel és x-el is, tehát a 2x-et emeljük ki. Nyitjuk a zárójelet, 2x-ből kiemelve a 2x marad az y, és az összeg másik tagjából kiemelve a 2x-et, marad a 2.
Visszaszorzás után ellenőrizve magunkat láthatjuk, hogy visszakapjuk az eredeti algebrai kifejezést, hiszen 2x-szer y az 2xy, és 2x szorozva 2-vel az 4x. Nézzük, ebben az algebrai kifejezésben mit tudunk kiemelni mindkét tagból. Mindkét tag elosztható 3-mal, a-val és b-vel is, vagyis 3-szor a-szor b. Ezt kiemelve és zárójelet nyitva, azt kapjuk, hogy a 3-szor a a másodikon b-t elosztva 3a-szor b-vel marad az a, és a 3a-szor b a másodikon elosztva 3-szor a-szor b-vel marad a b. Visszaszorzás után itt is megkapjuk az eredeti kifejezést. És végül egy három tagú algebrai kifejezést is vizsgáljunk meg. Mindhárom tagban észrevehetjük, hogy mindhárom tag elosztható 3-mal, és ezen kívül még b-vel, hiszen mindegyik kifejezésben szerepel a b, és mindegyik kifejezés osztható 3-mal. Emeljük is ki a 3b-t. 3b-t kiemelve az első tagból marad az, hogy 4-szer a szor b, a második tagnál 3b osztva 3b-vel az 1, és a harmadik tagnál 6ab osztva 3b-vel marad a 2a, köztük a kivonás jellel. Ha szeretnétek még tovább gyakorolni az algebrai kifejezésekkel kapcsolatos feladatokat, akkor a képernyőn látható linkre kattintva megtehetitek ezt. Jó gyakorlást kívánok! Köszönöm a figyelmet!